ugyanúgy élünk, mint bárki más. Annyi különbsége, hogy amit csinálunk, azt ugye nem lássuk. Van, nem igaz, hogy nincs hiányos dolog, tehát ugye a látás az csak hiányzik, tehát jó volna azért tudni, hogy az a barackva virág az, hogy néz ki, milyen szép az a fa. Viszont megtapogatva fel lehet fedezni dolgokat. Csak annyi különbséggel ugye, hogy nem látom, hogy mennyire szép. Ezt úgy lehet elképzelni, mint van az az időskori látás hiány, hogy ugye az ember idősödik, meg eléri 60-70 évet, csak akkor úgy teszi fel az egyik szemüveget, majd a másikot, majd feltenni a harmadikot is, de nem tudja, és így szép lassan megy el a látás. Ez nekem 8 évesen kezdődött, és ezek a kis sejtek úgy döntöttek, hogy 18 évvel ezelőtt befejezik a termelést, tehát tovább nem tudnak szaporodni. Úgy gondoltam az egészet, hogy én, aki még láttam, tudok társítani egy akár piros mosolygós almához egy képet. Tehát nekem szerencsém volt ezzel, hogy még addig láttam, és ezeket minden raktároztam. Füvet meg lehet tapogatni, a zöldet nem. Sárga napot, azt megint nem lehet megtapogatni, viszont érezzük a melegét. Egy olyan jó másfél-két év körülbelül az mély volt. Tehát egy kicsit nem kaptam a helyem, nem tudtam, mit kezdjek magammal, viszont kerestem egy életcélt. Tehát próbáltam egy olyan útat keresni, ami nem csak én rólam szól, hanem körülöttem, tehát a segíteni a társakat. Kell feleségemmel tésztát sütünk, ha kell ételt főzünk, ha kell takarítunk. Bármi, amit egy hétköznapi ember el tud végezni, ezt ugyanúgy megcsináljuk, viszont ugye ott vannak a nehéz dolgok, amikor kéne olvasni. Tehát ugye elolvasni egy dokumentumot, mit tudom, elcímezni egy levelet, olyankor segítséget szoktunk kérni, és akkor külső segítséggel meg lehet oldani. Ezek szoktak a kihívások lenni. Vagy van olyan például, hogy amikor A-ból B-be át kéne jutni, és akkor jól meg kell gondoljuk, hogy akkor most melyik útat próbáljuk használni. Úgy szoktam mondani, nem csak, hogy láthatatlan kiállítás, hanem eligazodni a sötétbe. És úgy vettem észre, hogy a gyerekek azok és a felnőttek is elég nyitottak rá. Tehát amikor kijönnek, akkor átélnek egy valamit, ami bennük van és viszik tovább. Tehát ezek ilyen érdekes, pozitív élmények, hogy bemegyünk, zajongunk, viccelődünk, játéknak veszünk, és mikor jövünk ki, akkor azt kérdezi, hogy megülelhet-e. Igen, érdekes történés. A láthatatlan kiállítás ötlete igazából 2022 végén született meg az UF munkatársaknak a fejében. Ugye UF-ként is nagyon fontos számunkra a fiatalok nevelése, a szociális érzékenyítés. Így 2022 végén megszületett az ötlet, majd ezt követően 23 elején leültünk az EMLA munkatársaival egy hosszasabb egyeztetésre, elképzelésekről, lehetséges megvalósításról. Ők voltak végig a szakmai támogatóink, és mai napig minden lehetséges tudással támogatnak minket. A legpozitívabb élményünk a kiállítással kapcsolatban egész biztosan az volt, hogy láttuk a gyerekek szemén, a viselkedésén azt, hogy átment számukra az üzenet, amit át szeretnénk adni. A legfontosabb visszajelzés és üzenet az szintén a fiatalokhoz kapcsolódik, és nagyon szorosan kötődik Zoltánhoz, a tárlatvezetőnkhöz, akit amikor állunk az ajtóban és elmondjuk a bevezető szöveget, akkor még nagyon kíváncsian figyelnek. Utána pedig, ahogy szóba elegyednek vele, meglátogatják a sötét szobát, úgy látszik, hogy feloldódnak, egyre bátrabbak vele, bátran kérdeznek. Számomra is, szerintem számunkra is ez a legfontosabb visszajelzés, ez a legfontosabb üzenet, hogy sokkal bátrabban megmerik őt úgymond közelíteni, sokkal inkább mernek nyitni felé, és ilyenkor úgy érezzük, hogy igazából célt értünk. Ha az ember már oda kerül, hogy túllép a folyamaton, tehát most ez van, elfogadja, akkor
mindig úgy szoktam mondani a sorstársaknak is, kell találni egy életcélt, hogy merre tovább. Na most a merre tovább az felkészít arra, hogy egy kicsit segítséggel, hogy túllépjünk az egészen, és akkor nézzük meg, hogy abból az adott helyzetben, mint a látóvilágban szoktam mondani, mit tudunk kihozni, hogy legyen jó. Tehát hagyjunk egy, úgy szoktam hívni, hogy lábnyomot ezen a földön. Adjuk meg a lehetőséget, hogy bármennyire nehéz mélyponton van az illető sérült ember, az jöjjön fel a felszínre, ne alul kínlódjon most törve. Tehát ugye felkarolni, egy kicsit felemelni a semmiből, mert lényegében elég mélyen vannak azok az emberek, akik, főleg aki hirtelen elvesztette a látását, azok nagyon, nagyon le tudnak csúszni.